Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes kis programot találtam, egy cikkbe olvastam, kipróbáltam, megtetszett. Save Desktop. Ez igazából el is mond mindent, lementi az általunk használt asztali környezetet abban az esetben, hogyha ezek közül valamelyik. Tehát figyeljünk arra, hogy nem feltétlenül fog mindennel együttműködni, nyilvánvalóan a nagyobbak, ismertebbeket felvették a kínálatba, a kisebbeket nem. Mi az, amit lement? Le fogja menteni az ikonokat, a beállításokat, a háttereket, a GNOME-nál esetlegesen a Nautilus kiterjesztéseket, a Flatpak csomagokat, ez egy kellemes dolog. Igazából kérdés az, hogy mennyire menti le milyen beállításokat, na lényeg az, hogy lementi, illetve különböző olyan a rendszerhez, az asztali környezethez tartozó kiegészítőket, amit használunk. Ami igazából fontos, a konfigurációk egy részét, megint ismétlem, egy részét le fogja menteni. Miért mondtam azt, hogy az egy részét? Azért, mert például én a Cinnamon alatt próbáltam ki, és nagyon szépen lementette a beállítást, de például olyasmit, hogy a Nemo elnevezésű fájlkezelőmbe én belerakosgattam egy csomó dolgot, ilyen kis skripteket, egyebeket, no hát azt nem mentette le. Tehát arra figyeljünk, hogy valóban csak a rendszerhez tartozó dolgokat menti ki, azokat a kiegészítéseket, átírásokat, egyebeket, amit te megtettél, azokat nem fogja lementeni, erre azért oda kell figyelni. Na hát telepítés után el is kell indítani, elindítjuk. Indítás után egy iszonyat egyszerű dolgunk van, meg kell adni azt hiszem két vagy három dolgot maximum, és utána a mentéseket megcsinálja. Van egy mentésfül, egy importálás. Azaz már azt lehet látni, hogy nem csak lementi, aztán neszeneket itt van és le van mentve, hanem az ő általa készített mentéseket te ugyanezzel a programmal be is tudod importálni, azaz, hogyha felteszel egy olyan rendszert, ami most települt, és a régi beállításokat szeretnéd használni, ezzel a programmal visszahívhatod a régebbi mentéseket, illetve van egy szinkronizálás, hálózati gépek között tudsz szinkronizálni, ezt én kipróbálni nem tudtam. Oké, mehetünk tovább, felismerte, hogy Cinnamont használok. A név megadása, megadhatod itt azt a mentési nevet, amit szeretnél, megadtam a nevet, illetve meg kell adni, hogy milyen konfigurációs állományokat szeretnénk lementeni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy gyakorlatilag az összeset pipálja be, illetve kapcsolja be, de véleményem szerint ez is az alapállapot, és akkor ő majd mindent meg fog tenni. Tudj meg többet! Hát bizony rákattintottuk, és örömömre egy magyar nyelvű oldalra dobott bennünket, azaz a leírások, azok magyar nyelviek, leírást érdemes elolvasni, de sokkal-sokkal-sokkal több olyan dolgot nem fog neked mondani, mint amit én elmondtam. Azaz lényeg számunkra telepítés után elindítjuk, megadjuk, hogy mit szeretnénk lementeni, alkalmazásra bökünk, és időszakos mentést is beállíthatunk. Az időszakos mentésről ott az előbb bemutatott oldalon lehet olvasni, gyakorlatilag az időszakos beállítás iszonyat egyszerű, véleményem szerint azért ennél egy kicsit szofisztikáltabbat is készíthettek volna, de én azt mondom, hogy soha, naponta, hetente, havonta. Ez a beállítási lehetőség elegendő számunkra, én naponta nem fogok készíteni, be fogom állítani, hogy hetente majd legyen szíves egy mentést csinálni, hiszen ez egy belakott rendszer, egy mentés után nem fogom naponta állogatni, és nézzük, mit rejt itt ez a nyilacska, itt szintén oda tudsz menni, és meg tudod nézni a csillag hatására, hogy milyen beállítások vannak, mi az a konfigurációs dolog, amit megtehetünk. A leírás szerint viszonylag egyszerű a beállítása, meg tudod adni, hogy milyen előtagja legyen, illetve meg fogja adni ő a kis kapcsolat zárójelbe, annak megfelelően a dátumot. Azaz, itt igazából nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, a config megfelel, dátum megfelel, nyilvánvalóan a leírásban bent van, hogy a hónap első napján ment, a hét első napján, és ha naponta be van állítva, akkor nyilvánvalóan, ha ma csinálok, még egyet nem fog csinálni. Ennyi. Szóval, ahogy mondtam, fajék egyszerűségű a dolog, hogyha ezt az alapbeállítást hagyod, teljesen jó lesz neked minden, illetve megadhatod, hogy hova mentse el neked a konfigurációs állományokat. Én úgy gondolom, hogy a letöltések közé tenni a konfigurációs állományokat eléggé érdekes dolog, de mindenki oda teszi, ha akarja.
Nyilvánvalóan én át fogom irányítani egy olyan mappába, ami az automatikus mentések között van, azaz a felhőben menteni szeretném ezt a beállítást, biztos, ami biztos. Nyilván, hogyha valami probléma van és menteni akarok, nem a letöltések között fogom keresgélni a lementendő dolgaimat, és ilyenkor jobb, hogyha felhőbe fel van töltve. Alkalmazásra bökünk és készen is vagyunk. Rábökünk a mentésre, megadjuk azt, mivel kézi mentés van, nem az automata mentést használjuk, hova legyen szíves menteni, én a dokumentum könyvtáramat automatikusan mentem, azaz kiválasztom ezt, és utána el is indítom a mentést. Miután végzett a mentéssel, nyilvánvalóan megnézzük, mit gyömöszölt bele, Tarkézé formátumot kapunk, egy kedvelt tömörítés, nem a legteljesebb tömörítés, tehát nem a legeslegkisebb állomány csinálja, gyakorlatilag itt nem is kell, minden Linux rendszer alapból ismerni fogja, tehát itt problémád nem lesz azzal, hogy valahol ne tudnád ezt kitömöríteni, akár terminálba, akár melyik grafikus tömörítvény kezelőbe. Ez használható lesz. Rákattintunk, látjuk a Cinnamon könyvtárat, a font könyvtárat fogja lementeni, az ikonokat, a témákat lementi, szépen lementette, amire nekem szükségem van, amit már beállítottam, illetve a rendszerben használok, nem az összeset, hanem a rendszerben használt témákat menti le, azaz, hogyha van 500 darab témád lementve, meg 500 darab ikonkészlet lementve, akkor nem ezzel kéne azokat mentegetni, hanem külön kézzel azokat a könyvtárakat, amik itt fel vannak sorolva, innét ki lehet puskázni, azokat elmenteni, mert valóban csak azt menti, amire neki most és éppen szüksége van. Azaz erre nagyon érdemes odafigyelni, hátteret, Cinnamon könyvtárat, a két GTK beállítású könyvtárat, ikonokat, illetve a Nemo-nak a beállítását, a Nemo beállítását menti le, azaz, ahogy én emlegettem, a hozzá berakosgatott mondjuk szkriptjeimet nem fogja lementeni. Erre azért érdemes figyelni. Azaz, miről beszéltünk? Arról beszéltünk, hogy van pár darab, jó pár darab olyan asztali környezet, amelynek az alap beállításait le tudja menteni, tehát azokat a beállításokat, amik szorosan a környezethez tartoznak, nem a programoknak a beállításait, azokat le fogja tudni neked menteni. Ennél többet nem fog tudni, de ez is egy kellemes dolog, mert hogyha beállítod a rendszeredet, lemented, hát bizony kellemetlen, hogy össze kell vadászni, hogyha különböző ikoni témát használsz, hogyha különböző témázásokat csinálsz, különböző beállításokat, azokat le kell vadászni, azokat meg kell nézni, hogy jó helyre települ, egyéb újra beállítani. Na hát ezt a beállítási folyamatot, hogyha éppen újra telepíted a rendszeredet, meg tudja egy kicsit, és nem is kicsit rövidíteni ez a programocska, mert vissza tudja tölteni, illetve te is kézzel ki tudod bontogatni ezeket a tömörítvényeket, és amit kell, be is tudod másolni, de hát igazából rá kell hagyni a programra. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó mentést kívánok, hiszen a mentés, illetve a mentés visszaállítása az nagyon fontos, hiszen időt és energiát takarítunk meg, nem avval megy el az életünk, hogy különböző dolgokat 101-szer, főleg a kezdeti időben, amikor az ember kísérletezik, és esetleg naponta 2-szer telepít egy rendszert, mert valamit eltolt, újra telepíti, kipróbálja úgy, ezek a kis mentések, ezek a kis mentő programocskák nagyon kényelmesek. De hozzáteszem, azt menti, amit beszéltünk, nem mást, tehát nem fogja neked lementeni az adott példa, amit emlegettem, a Nemo-ba berakott szkripteket, mert nem arra való, nem fogja lementeni például a Ranger könyvtárat, mert nem arra való, hanem a rendszer környezetet, asztali környezetet, így pontosabban azt fogja menteni. Köszi szépen, sziasztok!